Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatornának Oxygen Not Included, vagy más nevén Oni nevű videósorozata. Nem tudom, hogy meddig fogunk eljutni, nem tudom, hogy végigvisszük-e, nem tudom, hogy mit fogunk csinálni benne. A lényeg az, hogy játszunk, ameddig jól esik. Nagyon-nagyon rá vagyok függve, szóval az élőadásnál azt láthattátok, hogy így első alkalommal leülve hogy játszom vele. Azóta belekültem egy olyan hmm, 22 órát nagyjából, amit letagadok, hogyha bárki megkérdezi, hogy mennyi idő alatt. Mondjuk azt, hogy hetek alatt, jó? Tehát, hogy nem mondjuk azt, hogy egy héten belül, vagy pár napon belül. Na, minden esetre igen. Azóta egy picit jobban tudom a játék elejét. Aztán egy ponton túl majd megint minden full újdonság lesz, mert sose láttam még. Vagy lehet, hogy mire oda jutunk a videósorozatba, addig már tudni fogom. Szóval a lényeg, amit először felhívnám a figyelmeteket, hogy relatív kezdőként játszom, jó? Tehát, hogy nem több száz órán van benne, hanem konkrétan csak 20, 20 valamennyi, oké? Szóval ne, ne akadjatok ki, ha valamit elrontok, vagy valamit nem úgy csinálok, ahogy optimális lenne. Illetve, mivel ez a sorozat nagyon sok felvétele lesz nagyon hamar, mert játszani akarok a játékkal, ezért ha hagytok is nekem támogató jellegű kommenteket, illetve segítségeket, azt valószínűleg nem fogom látni én azt mondanám, hogy egy jó tíz része, tíz része későbbig. Tehát, hogy amit ti láttok videó, az már akkor kerül ki, amikor én már valószínűleg felvettem ebből tíz részt nagyjából. Ez nem így szokott futni itt a csatornán, de most, most így lesz, mert nagyon tetszik ez a játék, és szeretném felvenni nektek, ahogy játszom. A másik, egyrészt felraktam a magyar módot, tehát hogyha valaki esetleg így érdekli, akkor a fordításoknál itt be lehet rakni különböző magyarosítást, meg nem feltétlenül magyarosítást, különböző nyelveket, de módként működik. És fel is van telepítve a módmenedzser mód, meg illetve még egy pár másik módocska. Ez úgy fog kinézni, hogy a leírásban vagy egy Steam-es módkollekcióhoz egy linket hagyok nektek, vagy pedig majd felsorolom a módokat, talán be is linkelem nektek, ha nagyon szorgalmas vagyok. Minden esetre valahogy eljutatom hozzátok, hogy lássátok, hogy milyen módok lettek föltelepítve, viszont itt a videóban nem megyek végig rajta. Az összes DLC-vel együtt fogunk játszani egyértelműen, mert megvettem az egész packet, konkrétan annyira megtetszett a játék, és mindenképp túlélésben, viszont klasszikus féle módban, tehát nem ez a space autos kis terület bolygó dolog, meg nem ez a lab. Ez egyikkel se játszottam, de nekem a klasszikus tetszik. Az, az, az tetszik, hogy ilyen hogy ilyen. És na most, itt úgy gondoltam, hogy mindent hagyunk úgy, ahogy van. Tehát most már azért tudom, hogy mi, nagyjából mi micsoda, nem akarok semmihez hozzányúlni. Oké, okay? tehát azt csináljuk, hogy itt vannak ezek a ilyen jellemzői a világnak, és nyomok egyetlen egy darab új világgenerálást, és amit kapunk, azzal megyünk. Ennyi. Ezzel megyünk. Illetve itt a lényeknél, a lényeknél, ezek a minionoknál, amiket kapunk konkrétan, amiket duplikásnak hívnak, de mindegy, nevezzük minionoknak. Ezek a kis civilizált kis emberkéink, ezek a nagyon intelligens kis barátaink, azt fogjuk csinálni, hogy amit kapok három, az oké, okay, és maximum egyszer forgathatok. Vagy egyetlen egyet forgathatok egyszer, vagy egyszer forgathatom az összeset. Nem tudom, hogy melyiket lehet. Oké. Okay egyet lehet forgatni. Csak egyetlen egyet fogok forgatni, csak azért, hogy ne optimalizáljam túl a játékot. Tehát abban nincsen semmi jó pofoság, hogyha túlzottan is úristen, ezek ketten nem tudnak építkezni. Ugye nem az építési sebességük le van csökkentve. Neki meg plusz hárma építése van. Szóval voltak éppen ugyanazon a szinten van, mint hogyha nem lenne építése csökkentve. Szóval értitek, hogy ne ilyen nagyon optimalizált játékot játszunk azért. Ez itt, a kolónia neve az lesz, hogy Gamehalom sorozat. <laughs> Mert ez lesz a mentésnek is a neve. És azt mondja, hogy van egy gyógyászat, gépészet, állattartás, nem tud kutatni. Szó-szó, hmm, építés, állattartás. Ezek annyira nem is lényegesek ez az oldali nekem szerintem. Ja, nekem elég, hogyha ezt a plusz, pluszokat nézem. Földmunkálat, építés, atlétika, konyhaművészet erő. Nem tudom. Gyógyászat, képészet... Építés... Igazából... Igazából többet is leforgatnék, nem csak egyet. Jó, tudjátok mit? Legyen ő. Leira. Nevezünk, legyen egy egyedi nevük. Legyen egyedi nevük. Hát ez nagyon jó, kaptunk egy tízes állattartást. Tudomány gyorsan tanul. Jó, legalább ő kutatni fog tudni nekünk. Tehát állatokat, állatokkal fog bánni, meg tudományt fog csinálni. Földmunkálatok meg nem baj, mert neki van földmunkálása. Jó, nevezzük el egyedien a, a kis lényeinket. Mindegyik lényünk kap egy egyedi, a csatornát támogató nézőm nevét. Az alapján fogunk menni, hogy kik azok, akik a leghosszabb ideje támogatják a csatornát így a Youtube-on, ilyen Youtube tagsággal, és akkor jobbról azt hiszem jobbról balra, de lehet, hogy nem a bal írtam beírtam be. Mindegy, itt van, üdvözöljétek Dart bones ő a Sith, Sith, hadurak egyike. Itt van Misa és 330, aki, hát Elon Musk volt valószínűleg az apja, és azért kapott 3, 2.30 nevet, nem pedig rendesen leírogat, hogy esetleg 330, és akkor 3 a nevet tudjátok, hanem számokat, számokat kapott. Na, jó, jók lesznek ők itt nekünk. Majd ahogy látom, hogy milyen módokat uh, tudok megmutatni nektek, hogy milyen módok vannak bent, akkor azokat majd így kiemelem nektek. A leges legelső amit látni fogunk így rögtön az elején, az az, hogy ez másképp néz ki. Ennek az az oka, hogy uh, beletrakva egy olyan mód, ami az alapján, hogy milyen nyersanyagokat használsz az adott bárminek az elkészítésére az alapján változik a kinézete is. Szóval látjátok, ez homokkőből készült, szóval ilyen homokkős kinézete van. Ez egy kicsit idegen lesz, megértem, nekem is fura volt egy picikét az elején, de higgyetek nekem. Én nem tudom, hogy a játék készítője miért nem rakták be azt, hogy maguktól, tehát így a játékból miért nincs alapvetőleg egy ilyen változás, hogy az alapján, hogy készíted milyen kinézetű lesz. Ez ö, elég király, van két vízünk, sőt ebbe a ebbe a részbe már el is tudjuk tárolni, ezt az egészet össze is tudom majd kötni akár. A school, az eléggé rendben van. Illetve vannak ilyenjeink, hogy chain, majd ezt elmondom, hogy micsoda ez a sum Ez például, ez a sum ez az azt csinálja, hogy kijelölsz valamit, és akkor megmondja, hogy az, 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 adott részem mennyi nyersanyag valamit kijelöltél. Tehát meg tudjuk mondani, hogy 65 ezer kilogramm van itt konkrétan. 65 tonnányi víz van súlyban itt oxigént is meg tudja mondani nekünk, hogy 11 kg oxigén van ott, meg ilyen olyan dolgok. Ez, ez jó arra, hogyha valamit össze akar számolni, hogy éppen ott mennyi van miből. Na, én ha nagyon ügyes vagyok, akkor ezt a két vizet össz, Ó, oh, ott is van víz, ott is van víz! Hát mennyi vízünk lesz itt? Sőt, ezt az egészet összeköthetnénk. Jó, akkor kezdjük azzal, ez lesz a központi részünk, az biztos. Tudjátok, mit csináljatok? Um, ide mindenképp... Rak, hát ide rakjunk egy létrát. Hol? Oh. Jaj, jaj, baj van. Valamiért nem látom a lerakható létrámat. van, van egy sejtésem egyébként, hogy ez mi okozza. Oké, okay, szóval volt egy mód bent, ami azt csinálta, hogy lehet, meg lehet tervezni így a, az épületet, amit szeretné a nyersanyagok nélkül. Ugyanis nyersanyagom, ezért alapvetőleg a játék nem engedte. Ez a mód akkor, akkor nem működik, szóval ezt ezt a módot akkor ki is hagyjuk. Ezt ki is vettem a listából, nektek már nem is lesz ott. Hát akkor figyeljetek, kezdjük azzal, hogy elkezdünk egy picit bontogatni magunk körül. Szere, szerezzünk akkor egy kis nyersanyagokat így a játék elején egy picikét lassan fogok haladni, valószínűleg, aztán később majd így begyorsítjuk a, az előrehaladást. Tehát most így nem, nem, tudom, még nem érzem olyan kényelmesen magam, tudjátok, hogy, hogy annyira siettessem úgymond az időt. Illetve én a saját játékomban egy olyan bázis csináltam, ami volt egy létre így lefele, meg egy fölfele, és annak a két oldalára építkeztem. Én úgy érzem, hogy ez a a sebesség szempontjából ez, ez, jól megoldja a helyzetet, hogy úgy fogalmazzunk. Tehát, hogy, hogy így mindenhova nagyjából ugyanolyan lassan jutnak el. Ezt itt rakjátok fel oda, hát ha akkor tudtok bontani még ott fönt. Ezt annyira sajnálom, hogy ezeket a létrákat maguktól nem helyezik le, hogy lebontsák azokat, amik ott vannak. Tehát így idéglensen leraknak létrákat, lebontják azt, aztán visszönnek leszedik a létrákat, és aztán mennek tovább. Tehát ez, ez szerintem egy jó kis feature -e lenne, de nem tudom, mondjátok meg a véleményeteket róla ti is. ezt a vizet hogy csináljam? Ezt meg kéne nézni, hogy itt hogy van ennyi víz. Hogy itt, itt akkor konkrétan hogy, hogy is vagyunk, meg mint vagyunk. Ezt úgy fogjuk szerintem megcsinálni, hogy egyszerűen megmondom nekik, hogy nézd, itt egy létre, ezt idáig bontsátok le. És akkor mehet az ásás körülötte. Ahogy ezt az algát is szedjétek föl. Illetve amondó vagyok, hogy kezdjünk már most valami épület részbe belekezdeni. Hát, odaraknék még egy blokkot, de mindegy, akkor most nem lesz blokkot. Így, van egy rejtőzke is. Hú, uh, mennyire kicsik ezek a tooltippek. Össz összementek most a... Ez egyik mód ezt csinálja, egy picikét össze nyomja őket, de nem is ez a lényege, hanem azt csinálja, hogy egységesíti. Ha valamit nem tudsz elérni, akkor elméletileg egy berakja őket. Ezt, ezt, most így nehéz megmutatni, hogy, hogyha nincs ilyen, nem tudom, milyen különböző tétel egymás mellett, vagy hogy fogalmazzam. Legalábbis ezt kéne csinálnia. Meg illetve nem így felsorolni így egymással, hanem így oldalra helyezni. Szóval lehet, hogy ez sem működik, de majd meglátjuk útközben. Aztán majd, ha nem működik, figyeljetek, akkor kiveszem. Itt ezt meg tudjuk javítani úgyhogy hogy így nézzen ki. Ott <hállt> szivárog át a víz. Át, átáztatja a trágyát. Ha. Na, ide kéne szerintem az összes vizet bevezetni. Itt kialakítani egy kutat, és levezetni ide mellé az összeset. Vagy csak egyszerűen föl, elkezdeni felhasználni őket. Nem, szeretem, hogyha egy helyen vannak a víz, az összes víz. Az jó, még azt eléred. Na, kell -e egy mellékhelyiség, az biztos, biztos, meg kéne oxigén is, az relatív hamar. Hú, de rég voltam már ennyire kevés cuccal. Na, ilyenünk is van, van egy ilyen módunk is. Ez dupla annyiba kerül, kétszer annyi cuccba kerül, viszont le van fedve a kút. Ezt nem értettem, hogy amikor kifejleszted... Ó, nem látunk kutatást meg. Amikor kifejleszted azt, hogy szigetelést tudjál csinálni. Ilyen... Jóformán a hőszigetelésre gondolok, de majd megmutatom. Akkor miért nem lehet kifejleszteni azt, hogy a kút a kutat le tud cserélni egy olyanra, ami nem engedi át maga mellett a vizet. Ez olyan fura számomra, hogy nem volt egy ilyen lehetőség. Ezért bemódoltam, hogy lehessen egy olyan kutat építeni, ami le van zárva. Tehát, hogy értitek. Ezen kívül nagyon sok ilyen könnyítést lehet csinálni még az ilyen módolásokkal, de azért nem akartam annyira belemenni, hogy tudjátok, hogy na jó, akkor mindent is adjál meg játék, mert mindent is szeretnék most könnyíteni magamnak. Jaj, van ilyenünk is. Ki tudunk görgetni. Hát, elég messzire. Maradjunk annyiban. Nagyon zavart, hogy nagyjából szerintem ennyi volt, amennyit ki tudtál menni. Mennyi vizünk van, na takarodj már! Hát az én játékomban fele ennyi nem volt. Volt kettő ilyen, az cső. Ezt akkor old meg. Itt meg annyi vizem van, mint a fene. <laughs> Az komoly. Most már csak azt kéne eldöntenem, hogy akkor hova is vezetjük. De lehet, hogy azt fogom csinálni egyszerűen, hogy... Jó, ezt elkezdjük használni. És... És aztán majd később átvezetgetem őket. Na, szóval van ez a chain módunk. Ezt figyeljétek. Azt mondja, hogy ezzel ki tudjuk jelölni, hogy mit, mivel kezdjék a munkálatot. Látjátok, ezt fogják először megcsinálni, utána megcsinálják ezt és utána folytatják ezekkel. Ezeket meg úgyse fogják elérni. És akkor így nem lesznek abban a helyzetben, hogy kibontják a falat, és bebetonozzák magukat például. És akkor így, jaj, ne, meg fogok fulladni a klorgázban, mert hülye vagyok. Nem. Volt egy ilyen mód még, ami így kicsit intelligenciát növel nekik. Ó, ott egy uránérc és, és okosabban csinálják, tehát tudják, hogyha azt megcsinálom azt a feladatot, akkor elzárom magam, szóval előtte átmegyek a túloldalra, és csinálom meg a feladatot. Tehát, hogyha lebontjuk a létrát, akkor nem lejönnek, le, lejönnek lentre, és akkor lebontják maguk fölött a létrát, hanem akkor fölmennek, lebontják, följebb mennek, lebontják, följebb mennek, lebontják. Volt egy ilyen mód is, csak egyszerűen az sajnos az nem működött. Ez a szomorú része. Nagyon sok, nagyon hosszú ideig húztam az időt azzal, hogy hogy nem adtam nekik igazából ilyen mellékhelyiséget. Szóval ezt, ezt szerintem most nagyon-nagyon gyorsan elkezdem pótolni. Oda a víz közelébe lerakni. Ez ki, kicsit túlzás. Ezt bontsátok le. Sőt, jajó, csinálod is. Hű, de lassan, de lassan, de lassan. A ja, Darth Bones az, aki kevésbé tud építkezni. Meg ezek szerint bontani is. Most kezdésképpen kaptok ide egy mellékhelyiséget és ezt priorizáljátok valahogy nagyon gyorsan. Hogy legyen valamitek. Illetve az ütemterv, azt már most elkezdek kialakítani még egyet. Itt nekem nem kell a riadóztatásos állapota azt mondja, hogy ebben hát még nem adunk oda senkit, egyelőre maradjanak a meglévőnél. Ez az ütemtervez annyiban változik, hogy eltoljuk két órával, amit csinálnak. És ezáltal nem kell annyi WC, nem kell annyi... Ennyi. Nem kell annyi WC. Igazából van még egy mód, amit beraktam, ami azt csinálja, hogy az ilyen étköző asztalokat azokat uh, használják többen. Tehát publikus az étkező asztal. Ezt mindjárt priorizálom, hogy tudjanak vécére menni. Csak egyék meg. Egyszer tudom, hogy lenyelitek. Jesus Christ, meddig zabáltok? Na végre. Na azt ott priorizáljátok, de nagyon gyorsan még, az ma legyen befejezve. Szerencsére Darth Bones építi, aki abszolút nagyon gyors az építkezésben. Hát eljutunk oda, hogy nem fognak pisilni, de nem baj, akkor csinálunk egy olyat, hogy használhatjátok a fürdőszobát a következő nap három órán keresztül. Sőt, kettő még az, az bőven elég lesz a számotokra. Ez, ez abszolút az én hibám. Ezt hamarabb is kiadhattam volna nekik, hogy csinálják meg. Illetve egy olyat szeretnék még csinálni, hogy sokkal, hogyan fogalmazzak, Nyitottabb tereket szeretnék, nagyon-nagyon szűkösen épít. Hát nem, igazából nem is építkeztem nagyon szűkösen, csak az elképzelésem úgy tűnik, hogy nem volt elegendő, hogy jó, oké, ennyi elég lesz ahhoz, hogy, hogy ne érezzem szűkösnek. Aztán utána átmentünk egy olyan állapotba, hogy így egy darab hely nem volt semmire. Fájó, hát, hát igen, picinyeim, kicsit előfordul. Én értem én, hogy wc kell, de a, a, ez, a, ez az időszak, ez nem arra van? a fürdés ideje. A fürdőszobai műszak alatt a duplikások gondoskodnak higiéniai szükségletükre, például a mosdóba mennek, zuhanyoznak, vagy kezet mosnak. Én a mosdóba menetel alatt úgy érzem, hogy ez az a WC ideje. Jó, Dartmouth megy. Oké, okay. hát akkor ez, mű ez működött, jó. Ez azért jó, hogyha be van rakva két óra alvás után, ami ilyen fürdés ideje, mert hogy egyrészt elkezdenek dolgozni, hogyha nincs semmire szükségük. Másrészt, hogyha az előző nap esetleg úgy alakult, hogy nem sikerült időbe elmenniük, akkor, akkor elmennek, értitek a másik nap. Na, sikerült végig És most már új napnál tartunk, szóval meg is csinálom, hogy az ütemtervben mondjuk legyen legyen Misa. Átrakjuk Misát. Abszolút logika nélkül. Majd később ezt kicsit átgondoltabban átrendezzük, hogy akkor ki melyik műszakba tartozik, és miért. Tehát például az építészek mindkét műszakba legyenek, hogy haladjon az ilyen munkálatok. De most egyelőre csak annyit szeretnék, hogy egy WC mellett sokkal gördülékenyebben haladjanak a dolgok. Ide majd annyit szeretnék most, hogy készítünk egy ilyen... Hmm. Lakhely legyen? Legyen a lakhely a WC-vel, meg az étkezdével. Viszont az a baj, hogyha azt szeretném, hogy szoba legyen, akkor jó lenne ugye külön választogatni őket valahogy. Kéne a kutatás is. Hát, itt most igen sok munkálat van. ez, ez a játék így az elején egy kicsit olyan <laughs> Ja, hogy még mennyi mindent kell csinálni ahhoz, hogy jó legyen. Jó, ennyit értek el, most azt már nem is érik el. Um, jó, mire van szükségünk? Én oxigén, az biztos. Mert most jelenleg ugye nem nagyon készítünk, bár azért még ha azt nézzük, lesz elegendő. Um, ja, itt, itt kezdődik az, hogy ugye még eléggé kezdő vagyok, szóval most így erősen gondolkodom, hogy mi lenne jó következő lépésnek, de azért csak csinálni kéne ágyakat nekik, nem? Tehát, ha még nem is alakítok ki, akkor nekik rendes szobákat, akkor rakjunk le három ágyat. Így nem. Most enny ennyit csináljatok meg mindenképpen. Aztán mellé ide... Hmm, nem is oda. Most egy, egyelőre az úgy okés nekünk. Helyette inkább ide jöjjetek le ezt, csempézzétek le így. Nem különösebben valamilyen oknál fogva. Csak csempézzétek le, mert, mert miért nem? Az, az fasz a dolog, ha le van csempézve. Kicsit gyorsabbak talán abból a szempontból jó nekünk. Ja, idáig is mehettek ezt végig csempézni. És ezt így, ezt az egészet be is áll... Hát be is bonthatjátok. Azt is úgy. És akkor... Kéne nekünk áram. Hát az... Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy á, majd úgy építkezek, hogy legyen hely. Azt itt meg már most nincsen. Jó. Akkor tudod mit? Uh, ide kerülsz. Hát nem akarom nagyon messzire vinni. Ez most ide kerül mellé. Inni és akkor egy oxigént is rakunk ide rögtön mellé, és nem is szórakozunk, mert ez most csak amúgy is full kerülnek ide. Illetve szeretnék akkor egy kutatóállomást is. A kutatóállomásnak is kell áram, szóval az meg oda kerül mellé. Tű, hát ez aztán gyönyörű. Ez, ez, még kevésbé figyelek a szobákra, mint a, amikor szűkösen játszottam. Hey. Eleinte azt hittem, hogy nagyon ezek a textúrák ki fognak nekem tűnni, de most, hogy nem egy baromi nagy létesítményem van, most kevésbé érzem azt, hogy úristen, mennyi fura hely. Lehet csak hozzá kell szokni. Ezt, ja, ezt, ezt fogom vízként használni, ezt a régiót itt. Azt mondja, hogy ezt itt be is bontjuk hozzá. Ide készítünk nekik egy létrát, hogy ezen ki tudjanak menni. És akkor akkor csinálunk egy kutat ide. Méghozzá. Hmm. Én úgy érzem, hogy nem fair a szigetelt kutat használni addig. Ameddig meg nincsen a szigetelés. Oké, okay? tehát le, le, legyen ez az egyfajta ilyen balanc. Értitek? Mondjuk az a része az nem a leg olyan helyre megy, ahol így a legaljáig lemenne. Szóval, azt mondjuk, hogy helyette inkább ide kerüljön. Így, és ez a legalá, legaljáig lemegy. És azt mondom, hogy... Hát ja, én valahogy így építeném meg. Ez még nem is, nem is a legjobb, inkább itt egyel menjen lejjebb. Szoktam mindig direkt egy ilyen kis kiálló vackot készíteni a kutak mellé. Tudom, hogy egy picit ki is a haladásukat. Viszont azt szeretném... Hoppá. Hogy lehet valami törölni? Így törölünk. Így. Azt szeretném, hogy... Ne folyjon bele semmiképpen semmi. Tehát maximum az egyetlen hely ahol most be tud folyni bele bármi. Ha ők ide jönnek és itt elhugyozzák vagy, vagy behánynak vagy bármi hasonló. Ö, most nem králok? Most králok így, aztán utána ezt csináld meg, aztán mehet a maradék három, és utána jöhetnek ezek. Hát ide még szeretném, hogy menjen följebb egy kis bontás. Sőt, bőven ezt az egészet itt lebonthatjuk. Csak azt szeretném, hogy ne menjen bele a vízbe a nyersanyag lehetőség szerint, azért próbáltam itt ezzel a... Parancsokkal itt megadni neki, hogy hogyan építsék meg. Hát... Oh, jeez. Most kitöröltem az összeset. Vagy ez most egy újabb? Ó, ez most egy teljesen újjág. Aha. És hogy tudom vajon? Chain ID... Oké, okay, jó mindegy, ez, ez most maradjunk annál, hogy ez így most, most maradjon, így az kész. Van ilyenünk is egyébként valahol, hogy ö, megtiltom, hogy bármihez hozzáférjenek. Construction, Digging, Cleaning, Duties... Aha. Azt nem tudom, hogy hol van. Va, van egy ilyen, hogy megtiltod neki, hogy oké, okay, ezeket ne szedjétek fel, ami például akkor nagyon jó amikor van egy nagyon meleg rész, és oda bemennek folyton, és szinte halára égnek, és nem akarod, hogy folyamatosan szóljon a játék, hogy Ó, oh, izé, halára sülnek az embereink! Na, itt már Dart Bones engem, mert a felső rész csinálja ahelyett, hogy az alsó résszel foglalkozna, szóval ezt itt priorizáljuk neki. És reméljük úgy dönt, hogy, hogy lemegy. Jó. Mert azt szeretném ugye a lehető legkevesebb esemből le a vízbe. És akkor nem kell létrát építenem, hogy kiszedjem a cuccokat. Na most például mennek is. Bár érdekes. Ja nem, Misa az ment. Jó, Misa már kajál. Most Dardbonszel intézi a WC-t. Azt nem tudom, hogy miért döntött most így ezzel, de mindegy. Biztos a takarítás az neki prioritásosabb, mint a sima munkálatosdi. Ó, a webkamera miatt nem látjátok viszont ezt a részt. Ez nem tudom, hogy mennyire ez zavaró, majd a videó... Hú, nem, mert akkor viszont nem fogom látni egy jó ideig. Jó, hát te viszont nekem ott nagyon probléma leszel, te fénypoloska. Hát te nekem ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zavaró leszel. Szóval én, én itt most csinálok is ilyeneket majd, amint lehetséges. Aztán nézd meg, a pofám leszakad. Esküszöm, mindjárt megtámadom. Az a baj, ezt már csináltam, hogy move to, és nem nagyon akart működni. Gondolkodtam azon, hogy hogy lenne jó, úgymond ezek a videók, tehát minél több vágással, vagy minél kevesebb vágással, hogy vajon melyik tetszene nektek jobban. Én Hát nem tudom, valahogy a kettő közé fogok menni. Tehát nem lesz ilyen folyamatos vágásos de azért igyekszem kivágni az unalmasabb részeket, amikor várunk valamire. Na látjátok, a két órás eltolás miatt most már Misa jön is ö, dolgozni. Vagy hát konkrétan ő most jelenleg mosdószünetem van, szóval meglátjuk, lehet, hogy el is megy, el is megy a WC-re. Egyelőre most csak takarít. Ja, szerintem el fog menni mosdóba. Nem, újra töltötte a WC-t annyi. És most elment építkezni. Jó. Ez azért jó, mert ugye, mit tudom én, vagytok 16-an, és van mondjuk 4 WC, akkor nem tud mind a 16 ember egy időben elmenni WC-re. Szóval igazából nem éri meg. Na, nagyon jó. Kis rejtőszkét be fogjuk zárni. Az, az nem olyan hatalmas probléma még. Csak ő ne repüljön be! pofám leszakad. Srác! Ez nem jó így. Ha, ha őt oda bezárjuk, akkor az úgy nem jó. Tudjátok mit? A prioritás most legyen inkább ezen itt. Ezzel foglalkozzatok mindannyian. És azt ott most felejtsd el. Ez a hátsó ajtóz elkészülhet. Azt hogy repüljön ki, legyen itt, akkor, vagy legyen bárhol máshol, csak ne az, az épületen belül. Most. Ez itt sürgősségi beavatkozást követel. Illetve az is ott. Mert akkor, hogyha ez a kettő elkészült, akkor nem fog tudni bejönni. Nézd meg, hogy megint a felső részt csinálja, csak azért is. Oké, okay, te a srác. Rájöttem én, hogy én rosszul, rosszul adtam ki a parancsokat, oké? Okay? Ma maradjunk annyi hogy én, én vagyok a hibás. <laughs> Ez az! Jó helyen építkezik. Vagy legalábbis jó helyre rakja a nyersanyagokat. Tényleg, hogy össze tudjak pakolni, nekünk ide jó lenne, hogyha lenne egy pár láda. Főképp csak azért, hogy el tudjam pakolni innen a nyersanyagokat, hogyha szeretném majd bontogatni még tovább. Ezt a kettőt itt áshatjátok. Jó, most, hogy keresztül jutott, akkor. Bővíti is azt a részt. Nagyon jó, akkor mehet ez már ásásra. Én csak megcsinálom, hogy az utat építsétek meg előbb. Össze fog jönni. Nem sietünk mi sehova van, még elég étel pár napra. Főleg, hogy így még gyűjtögetjük is út közben. Jó, ebbe a ládákba. Most még nem tudom, hogy mi hol lesz. Szóval... Ah, nem. Le legyen először minden. Ja, de még nem is látom az összes nyersanyagot se. Jó, hát akkor figyeljetek, akkor, akkor minden menjen bele, aztán majd kész, kés majd később foglalkozunk az ilyesmikkel. Szép lassan, biztonságosan megcsináljuk. Nem sietünk, srácok. Nem, nem kell itt aggódni. Ezt itt szerintem még így le fogom építeni. Mert ha minden igaz a létrán. Igen, a létrán nem kapják meg a sebességbónusz. Szóval igazából, ha már innen leszállnak, és innen már kövem vannak, akkor egy minimális szinten talán gyorsabban haladnak. És most már van kutatásunk. Szóval, amondó vagyok, hogy a kutat onnantól kezdve fogom berakni, amint elérjük, amint megtalálom. A folyadékoknál nincs ilyen. Yes, ez, ez itt, ez a szigetel csempe. Amint megvan a szigetel csempe, úgy érzem, onnantól kezdve mehet a kút is. Oké? Okay. És akkor ez a, azt csináljuk jóformán, hogy az alapkutatáspont meg a kutatás kutatáspont kell hozzá. Viszont, hát most még egyelőre az állatkákat tartani talán annyira nem lényeges. Ez az alapmezőgazdaság az nem rossz. Teljesítmény még nem. Állások, gyógyászat, csőhasználat szellőzés, dekoráció, vannak új dekor elemeink is, ezeket föl tudjuk oldani, és akkor úgy kapjuk meg, látjátok ott a kanapé is. Ezek mind olyan dekor elemek, amik a játékban alapvetőleg benne vannak, csak nem tudod valamiért építeni őket, amit így nem egészen értek, hogy miért. Minden esetre én egy móddal beraktam, hogy mi is tudjuk csinálni őket. Jó. Oké, akkor, akkor legelsőnek én úgy érzem, hogy ezt az alapmezőgazdaságot fogjuk csinálni. Ennek a prioritása ez nekünk négyes lesz, ezzel nem kell foglalkoznotok egy ideig, nem olyan lényeges. Ez most, ezzel most nem akarok foglalkozni, oda majd szépen föl tudtok mászni szintén. Ja, ez legyen kész, ezt ez szeretném, hogy meglegyen. És azt mondja, hogy ez ötös prioritás, és akkor úgy az alsót fogja mindenképp megépíteni először. Szóval, hogyha az befejezi utána azt a csempét, akkor nem esik semmi még mindig bele a vízbe. Így, né? Most már nem is megy se... nem már! Olyan, olyan ügyes voltam eddig. <laughs> minden, ez csak egy homokkő. Technikailag nem probléma, hogy beleesik egy csomó minden. A, abból a szempontból nem szeretném, hogy beleessenek, hogy ha beleesnek, akkor utána nekik be kell mászni, hogy onnan hozzák ki azokat a nyersanyagokat. Remélem a krumpli az viszont nem számít olyannak, ami feloldódik, és akkor gondot okoz. Meg van itt trágya is. Remélem az se számít olyannak. Tényleg három ágyunk van összvisz, és mi van, ha hozok még egy embert? Meg tudjuk oldani az egyik ágyat arrébb rakom most úgy, vagy megnövelni a méretüket, ennek a szobának a méretét. Ja, lehet, hogy megnövelem a méretét. Az, az lenne az igazán jó. Ezt itt lezárjuk úgyhogy hogy ide rakok egy blokkot. Ezt lehet, nem fogják elérni. De, elérik. És akkor ezt itt ne is csináld meg, légy szíves. Bár egyébként hely szempontjából az nekünk még jó is. Azt mondja, hogyha lerakunk még egy ágyat. Oké, okay, ezt itt bonst ki. Úgy. Egy mehet még oda. Ide rakunk egy ágyat. Itt föl tudunk majd menni. Úgy ezt itt, meg ezt itt most ki. Mennyi időnk van még? Munkaidőtökből? Jó, még, még lesz elég időnk. Ó, nézzétek, priorizálja a lépcsőt. Jaj, de aranyos. Helyes. Helyes, csináld úgy. Tudom, hogy azért csinálja, mert beállítottam, hogy úgy csinálja, de akkor is örülök neki. Azt hiszem, hogy... Hú, egy pillanatra azt hittem, hogy nem veszünk fel. Hű, 40 perc után egy picit szomorú lettem volna, ha nem vettem volna fel. Szerencsére itt minden nap ment a játék, szóval még hogyha el is esünk. Jó, Misha még nem fekszik, azt hittem hirtelen, hogy feküdniük kell. Ezt, ezt nem kell megszalédíteni, hagyjátok egyelőre. Már most kialakítom, hogy a lakó részünk az relatív tágas legyen és kényelmes. A lakó részhez sok minden nem kell. Hát ah, ez még mindig nem a legjobb. Még ennél is jobban el kéne tolni még egyel. Tehát azt mondja, hogy hagyunk... Abszolút nem így csináltam, amikor először játszottam, jó? Tehát ne, ne, ne azt higgyétek, hogy a, nem úgy szoktam, én lerakom őket, az legyenek úgy, azt jók nekik. Ezt akkor viszont nem kell kiszednünk. Ezt kéne, de azt most egyelőre nem fogjuk. Ezt nem ki még egyelőre. Azt akarom, hogy legyen hely köztük, legyen hely Fölöttük és lesz még egy emelet, ahol lesz még két ágy. És remélhetőleg ö, elegendő lesz úgy, tehát hogy úgy, úgy, úgy elegendő, hogy, hogy a, a, a szobát, értitek, meg tudjuk csinálni. Hogyan fogalmazzak? Hogy, ö, hogy hivatalosan szobának tekinti, mert akkor kapják meg a bónuszpontot, amit kicsit sajnálok, mert nagyon limitált az, hogy mennyi helyet tudsz készíteni egy szobához. Ásás neki nincsen, azt nem akarjuk. Vidám kaktuszmag, konyhaművészet, ételmorálbónusz, építésben ügyes, gyógyászata van, meg mezőgazdaság. Jó, Amari, te jössz. És ki a következő, akit elnevezünk? Azt mondja, hát kérlek szépen, itt van Chris Six. Mennyi írod a nevedet? Kettővel, nem hárommal. Ahogyni, Kriszix. Na, Kriszix csatlakozott. Hát most már végképp nem lesz elegendő egy WC. Szóval azt mondjuk, hogy Kriszix most érkezett. Szóval neki valószínűleg annyira nem lesz problémája a wc kapcsolatban. Nem tudom, hogy hol kell megnézni a kis minionjainkat. Így képességet akarok nézni nekik, hogy mire, mire mennyire jók. 3.30 uh, állat tenyésztéssel fog foglalkozni. Az a helyzet nekem abból a szempontból érdemes külön választogatni őket, hogy ki az, aki építésznek megy jó formán. Chris Six, ő építész lesz, szóval van egy építészünk felül. Misha, Misha, Misha szintén valamennyire építész lesz, szóval ő ne kerüljön felőre, szóval Darbón is mehet, meg 3.30 is mehet. Voltak éppen mind a ketten mehetnek, föntre is, meg lentre is. Én mondom, vagyok, Darth Bones fogjuk lerakni, nem különösebben bármilyen oknál fogva, csak szimplán most ő kerül akkor le. Szóval ő korábban fekszik, korábban hagyja abba a munkát, viszont korábban is kell. És akkor már egy képességet adunk Chris -nek is, és szerintem a kemény ásás az mehet is né. És kap is egy sisakot. Ú, volt egy nagyon király mód, ami beadta azt, hogy a... Ugye relatív úgy elég világos minden. Tehát mindent eléggé világosan látsz. Viszont beadja azt, hogy a sötétséget úgy látod, mint ahogy ők nagyjából látnák. Nem annyira sötéten, de azért sötétebben. Szóval, ha megnézitek, hogy itt hol vannak fények, itt láthatjuk, hogy itt a kis... Ö, ö, micsoda vagy? Minek nevezlek? Fénypoloska. Ez a fénypoloska enged ki fényt magában, meg ez itt ez a, ez a nyomtatópad. És itt lenne... Itt világosabb lenne, a többi helyen meg sötétebb ezáltal a mód csak sajnos nem működik. Illetve az építészek, akiknek van ilyen kis sisakjuk, ami világít, azok megkapják szintén azt, hogy világít a, a sisakjuk. Ú, ez nagyon mélyen van. Mindegy, ha majd elkezdünk használni... Hát ez belemegy. Igen, nem baj. Ezt még le kell bontanunk, és aztán utána rendben vagyunk. Nem baj, majd ha elkezdünk használni vizet belőle, akkor majd valószínűleg rendben lesz. Viszont még annyiban tudunk talán egy kicsit javítani ezen a helyzeten, hogy amúgy se rossz, hogyha rakunk egy létrát idebe, és kicsit felásunk itt egy részt. Így.